1988-ban végeztem a Sózsba, az Alma Máteremben, amely számomra egy olyan igazi hitvallást adott, és egy olyan szakmaszeretetet, ahol egyenes út vezetett a Kertészeti Egyetemre. Én párhuzamosan a mérnöktanári is elvégeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, így fordulhatott az elő, hogy én 2 évet, mint egyetemista taníthattam a Sózsba, tehát visszamentem, mint diák. Fantasztikus élményt adott, nagyon-nagyon jó érzés volt, és innen jött tulajdonképpen az a késztetés, hogy én még többet és még jobban elmerüljek a borok világába, illetve a borászat rejtelmei, ezért jelentkeztem nappali képzésre a doktori iskolába. 2000 májusától pedig nyakaspincéhez kerültem, azóta is itt dolgozom, mint borászati vezető, számos díjjal rendelkezünk hazai, nemzetközi, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy büszkeség, közel 200 hektárral rendelkezünk, és azt próbálom átmenekíteni a borba, amit azt gondolom, hogy az Alma Máterből jött, és amit tanultam, és mindig is a jobbítás és a szakma szeretetből adódó, úgymond még több tudásra szomja. Ugye 2002-ben ledoktoráltam, a pálinkák iránt pedig, hogy én pálinkát is tudjak főzni, ezért 18-ban elvégeztem a pálinka mesteri szakmérnöki képzést. Ezen mellett tulajdonképpen OBB tag lettem, promontórium borlovak tag lettem, illetve a Magyar Borakadémiának a tagja, és tavaly óta az alelnöke. És ami igazán a legnagyobb koronázása az én szakmai munkámnak az az volt, hogy 2021-ben megkaptam az év bortermelője díjat. Sorsosnak lenni, én azt gondolom, hogy olyan, mint egy igazi nagy családhoz való tartozás, ott mindig mindenki segíti egymást, tehát tényleg bárhol is vagyunk a világban, mindig összefogunk, és ott van a segítőkészség, és nagyon nagy örömmel és jönnek az anekdóták, hogy mi is történt, hogy abban az időben kitanított, illetve hogy mi is lett velünk, és hogyha bárkinek bármiféle gondja van, akkor tényleg mindig segítő kezekre és fülekre talál, úgyhogy hajrásos.